Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp az indiai számítás szerint. Illetve ez a horoszkóp két napra szól. Április 12-ére és április 13-ára. Ezt én összefűztem. Ha nem tudod azt, hogy melyik jegyben születtél az indiai számítás szerint, a videó alatt ott van egy tabella, és utána nézhetsz. Április 12-én Neptun bolygó és Jupiter bolygó egy úgynevezett konjunkcióban áll a vízöntő jegyében az indiai számítás szerint. Ez azt jelenti, hogy Neptun és Jupiter együtt hatnak. Neptun bolygó hatása alatt álmokról van szó, reményekről, vágyakról, és Jupiter bolygó adja hozzá a szerencsét. Ha megvan a hited, akkor ez az álom megvalósulhat. Ha nem hiszel ebben, akkor Neptun bolygó csalódásokhoz vezethet, és Jupiter bolygó akkor azt tükrözi számodra, hogy minden olyan igazságtalan. Jupiter bolygó uralkodik az igazság és az igazságtalanságok felett is. Ez lehet egy bírósági ügy, vagy egy bizonyos helyzet, amit úgy éltél át, hogy minden olyan igazságtalan. És itt most valamit tisztázni nagyon nehéz, hiszen Neptun bolygónál minden olyan átláthatatlan, olyan, mint egy fátyol. Ezen a napon, tehát április 12-én Ráhú, a felfele mozgó kármikus csomó elhagyja a bika jegyét, és áttér a kos jegyébe. Itt marad több, mint másfél évig, és kihat ránk kos jegyben születettekre. Itt lesznek a jövőben most kármikus témák. Ráhú utal egy új irányra, egy új életterületre, ahol mi nem nagyon ismerjük ki magunkat, de a lelkünknek szüksége van erre, hiszen ez most bennünket felszabadít. És milyen változások lesznek még? Április 13-án. Jupiter bolygó elbúcsúzik a vízöntő jegyétől, és áttér a halak jegyébe. Jupiter bolygó nagyon jól érzi magát a halak jegyében, hiszen uralkodik a halak jegye felett, ami szerencsét hoz a halak jegyében születetteknél. Merkur bolygó eléri a pályáján azt a pontot, ami közel van a naphoz. Tehát itt a napokban lehet valamit tisztázni. De ügyeljünk arra, hogy Neptun hatással van Jupiterre, és ilyen bírósági ügyeknél más a helyzet, nem könnyű ott tisztán látni a dolgokat. És most kitérek az egyes jegyekre. Kezdeném a kos jegyével. Itt mozog Merkur bolygó, utal a cselekvésekre, itt most van mozgás, kommunikáció, szerződések. Itt mozog Uránusz bolygó, és az utal változásokra, meglepetésekre. És most jön hozzá Ráhú, a kármikus csomó, tehát most benne vagyunk ezekben a kármikus témákban. A szerelem bolygója Mars és Vénusz. Mars jelenti a férfias energiát, Vénusz a nőies energiát. Mindkettő a vízöntő jegyében van, és az jól hat ki ránk, hiszen a kos jegye a tűz eleméhez tartozik, a vízöntő jegye a levegő eleméhez tartozik, és a tűz eleme, a levegő eleme barátságban van egymással. A hold az oroszlán jegyében van, szintén a tűz elemében, tehát van egy jó hold hatás is ránk, ami kihat az érzelmeinkre. És
ami Jupiter bolygó mozgását, ezt a változást illeti, áttér a halak jegyébe, az is segít nekünk, hiszen ez a szomszédos jegy. A bika jegyében jelenleg nincs mozgás, de Mars bolygó küld kívülről energiát a bika jegyébe. Az azt jelenti, hogy valami vagy valaki erőt ad számodra, vagy egy férfi közeledik hozzád. Miután Jupiter bolygó áttért a halak jegyébe, és ez április 13-ától lesz, ez jó hatással van a bika jegyére, hiszen a bika jegye a föld eleméhez tartozik, a halak jegye a víz eleméhez tartozik, és föld és a víz barátságban állnak egymással. Tehát a szerencsét hozhat a bika jegyében születetteknél, vagy egy bírósági ügy rendeződik. Ami a párkapcsolatot illeti Mars, Vénusz, ott még vannak nehézségek a bika jegyénél. Az ikrek jegye. Az ikrek jegyében jelenleg nincs mozgás, viszont a hold hat jól ki az ikrek jegyére, hiszen a hold az oroszlán jegyében van, a tűz elemében, az ikrek jegye pedig a levegő eleme, és a tűz eleme és a levegő eleme barátságban áll egymással. Merkur bolygó kihat a kommunikációra, az is segít az ikrek jegyének, hiszen Merkur bolygó a kos jegyében, a tűz elemében van, az ikrek jegye a levegő elemében, itt megvan a harmónia. Azon kívül szerencse a szerelmi élet területén, mert Mars bolygó és Vénusz bolygó a vízöntő jegyében, szintén a levegő elemében van, tehát itt megvan most a harmónia. A következő jegy a rák jegye, itt most nincs mozgás, viszont Jupiter bolygó küld energiát kívülről. A szerencsét hoz, megvannak a lehetőségek, vagy egy bírósági ügynél rendeződik valami, mint az, ami eddig még olyan bizonytalan volt, itt Jupiter bolygó hatása alatt vannak lehetőségek valamit tisztázni. És ha Jupiter bolygó áttért a halak jegyébe, akkor az jó hatással van a rák jegyére, hiszen a halak jegye a víz eleme, és a rák jegye szintén a víz eleme, itt akkor megvan a szerencse, megvan itt a harmónia. Ami a kommunikációt illeti, az nem egyszerű most a rák jegyénél, hiszen itt vannak viták, nézeteltérések. A következő jegy az oroszlán jegye. Itt mozog most a hold, az utal kisebb változásokra, vagy uralkodik az érzelmek felett, ami most nagyon intenzív az oroszlán jegyénél. Regulus az kihat a hold mozgására, és Regulus csillagnál a szív ügyekről van szó, és ez érezhető most az oroszlán jegyénél. Azon kívül Mars és Vénusz bolygó a szerelem bolygója, mindkettő a szerelem bolygója, szemben áll, illetve szemben mozog a vízöntő jegyében, és itt tükröződik valami a párkapcsolatot illetően. Ami a kommunikációt illeti, ez is előnyös, hiszen Merkur bolygó a kos jegyében, a tűz elemében mozog, és az oroszlán jegye szintén a tűz eleméhez tartozik, tehát itt előre mennek a dolgok, valamit lehet tisztázni, és egy jó hír várható. A szűz jegyében jelenleg nincs mozgás, viszont van külső behatás. A nap küld energiát a szűz jegyébe, itt lehet most valamit tisztázni, vagy megvilágít bizonyos eseményeket. Jupiter bolygó szintén energiát küld a szűz jegyébe,
és itt lehet bírósági ügy, ahol tisztázódik valami, és vannak lehetőségek. Jupiter bolygó tükröz most valamit a szűz jegyének, és bele kell nézni ebbe a tükörbe, milyen lehetőségek kínálkoznak a következő napokban, hetekben, illetve hosszabb távon is, hiszen Jupiter az hosszabb távon kihat a szűz jegyére. Mars bolygó energiát küld a szűz jegyébe, valami vagy valaki erőt ad számodra, vagy egy férfi közeledik hozzád. Ami a párkapcsolatot illeti, vagy a kommunikációt illeti, itt vannak még bizonytalanságok. Kell egy kis türelem. A mérleg jegye. A mérleg jegyében mozog most Kétu, a lefele mozgó kármikus csomó, ami utal az érzelmekre, utal a múltra. Itt lesznek most kármikus témák, emlékek. Kétu több mint másfél éven keresztül itt fog mozogni a mérleg jegyében. És ez nem csak ráthat ki, hanem én úgy gondolom, hogy a politikai eseményekre is, hiszen a mérleg jegye szimbolizálja a békét, a harmóniát, a szeretetet, az igazságot, és ezek lesznek most a kármikus témák több mint másfél évig. Merkur bolygó szemben mozog a Kos jegyében, és itt tükröződik valami. Itt kommunikációról van szó. Kell az egyensúly. Tehát nem csak várni, amíg a másik jelentkezik, hanem te is közölhetsz vele valamit. Ami még szerencsét hoz a mérleg jegyénél, az a szerelem, hiszen Mars és Vénusz bolygó a vízöntő jegyében mozog a levegő elemében, és a mérleg jegye szintén a levegő eleméhez tartozik, tehát itt szerencse van a szerelmet illetően. A Szkorpión jegye. Itt most nincs mozgás, Kétu elbúcsúzott a Szkorpión jegyétől. Jupiter küld energiát kívülről, ami adja a lehetőségeket. Szerencsét is hozhat. Ami a párkapcsolatot illeti, itt vannak még bizonytalanságok, ugyanúgy, mint a kommunikációnál is. Ami viszont szerencsét hoz a Szkorpión jegyében, az a Jupiter bolygó hatása, hiszen április 13-án áttér a halak jegyébe, és ettől az időszaktól kezdve szerencse van, lehetőségek, különösen ami a bírósági ügyeket illeti, vagy egy olyan helyzetet, amit eddig igazságtalannak láttál. Jupiter segíteni fog. A nyilas jegyében nincs mozgás, nincs külső hatás, viszont jól alakulnak a dolgok, hiszen Mars bolygó és Vénusz bolygó a vízöntő jegyében, a levegő elemében van, és a nyilas jegye a tűz eleméhez tartozik, és a levegő eleme és a tűz eleme barátságban állnak egymással, tehát itt megvan a könnyűség, szerencse a párkapcsolatot illetően. Ami a kommunikációt illeti, az is jól alakul, hiszen Merkur bolygó a Kos jegyében, a tűz elemében van, és a nyilas jegye szintén a tűz eleméhez tartozik. Viszont ha Jupiter bolygó április 13-án eléri a halak jegyét, akkor az nem előnyös a nyilas jegyénél, különösen ha bírósági ügyről van szó, itt vannak még igazságtalanságok. A Bak jegyében mozog Plutó bolygó, az utal a belső erőnkre, a hitünkre, és itt mozog Szaturnusz bolygó is. Szaturnusz bolygó hatása alatt sorsdöntő változások vannak, és az kihat most a Bak jegyére. Ami még fontos, Mars és Vénusz bolygó a szomszéd jegyben van, és ez jó hatással van ki a Bak jegyére. Itt megvan a közelség,
és itt jól alakulnak a dolgok a szerelmi élet területén, meg lesz a könnyűség. És Jupiter bolygó a vízöntő jegyéből is jól hat a bak jegyére, és a halak jegyéből szintén jól hat a bak jegyére, hiszen a halak jegye a víz eleme, a bak jegye a föld eleme, és a víz és a föld barátságban állnak egymással. A vízöntő jegyében található Neptun bolygó, és az utal az álmokra, az intuícióra, az inspirációra. Itt vannak spirituális dolgok, azon kívül lehet itt álmodozni, különösen, ami a szerelmet illeti, hiszen itt van Mars bolygó és Vénusz bolygó, a szerelem bolygója. Mars bolygó a férfias energiát szimbolizálja, Vénusz bolygó a nőies energiát, itt a levegő eleme adja a könnyűséget hozzá, és Neptun bolygó az álmokat. Április 12-én még itt van Jupiter bolygó, 13-ától a halak jegyében lesz, de így is jó hatással van a vízöntő jegyében, mert a szomszédos jegyből hat, tehát itt ez előnyös. A halak jegye itt található a nap. Az indiai számítás szerint megvilágít valamit. Hamarosan itt lesz Jupiter bolygó, az szerencsét hoz, itt meg lesznek a lehetőségek. Merkur bolygó a szomszédból hat, ez is egy jó hatás a halak jegyére. Mars bolygó, Vénusz bolygó szintén a szomszédból hat, ez is előnyös a halak jegyénél. Azon kívül Szaturnusz bolygó küld energiát kívülről, itt most kialakul valami, például egy stabil párkapcsolat. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!